Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képeket is. A mai napon megjelent előttem két kép, én úgy gondolom, ez összefügg egymással. Az első képen volt két szikla, bal oldalon és jobb oldalon. Középen pedig látható volt a nap, de nem teljesen, csak egy rész a napból volt látható. A második képen a nap már egyedül volt, ragyogott, és az arca olyan volt, mintha nevetne. Én úgy értelmezem a képeket, hogy benne vagyunk egy szűkös helyzetben, keresünk egy kiutat, de nem látjuk, hogyan tovább. A nap még nem világítja meg teljesen ezt az irányt. Viszont van megoldás, hiszen a második képen már a nap ragyogott, sőt nevetett, tehát lesz változás, jól fognak alakulni a dolgok. Hogy értelmezed te a képeket? Leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen! Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes, égi üzenetet, a díjam 4000 forint. E-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatot. És most kinyitom a Bibliát. Bizonyos szavaknál kimozdul a nyakláncom, de egy időben kapok gondolatokat is, és így alakul ki ez a kommunikáció. Hogy mi jön, milyen üzenet, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. És most kinyitom a Bibliát, megnézzük, hogy mi az aktuális üzenet. Nyisd ki a szemedet, mert hamarosan találsz valamit, ami fontos számodra. Én hozzáfűzném azt is, talán találkozol valakivel. Amit találsz, ez a tiéd, vedd birtokodba. Ne alázkodj meg mások előtt. Ez a kulcs, ami kinyitja a jövődet, ami szerencsét hoz számodra. Amit elképzelsz vagy tervezel, ez megoldható. Valaki megbántott téged, vagy te bántottál meg valakit, voltak félreértések. Ezt zárd le magadban. Látni fogod az ezüstöt. Így jön szó szerint a Bibliából, én ezt úgy magyaráznám meg, hogy vagy pénz jön, vagy birtokba veszel értékes dolgokat. Te le fogsz zárni valamit, érezd ezt úgy, mint egy felszabadulás.
És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.